A szociálpolitika szak, mint ahogy a neve is mutatja, szociálpolitikával foglalkozik, nem meglepő módon. Ez a szónak az első, az előtagja az a társadalom szó, az utótagja pedig a politika szó. Tehát ez egy olyan társadalomtudomány, amelyik nem elégszik meg a megismeréssel, hanem beavatkozásokat, változásokat is akar. A kar egyik jelszava az, hogy ha érteni akarod a világot, és ezt szoktuk mondani a gimnazistáknak, hogy ha érteni akarod a világot, akkor minket válasz, a társadalomtudományi kart. Én azt tenném hozzá a szociálpolitika iránt érdeklődők számára, hogyha érteni akarod a világot és változtatni akarsz rajta, valamit csinálni akarsz azért, hogy jobb legyen a világ, hogy más legyen a világ, akkor gyere hozzánk. Mi nem akármilyen változtatásra képes diákokat szeretnénk képezni, vagy szakembereket, hanem van egy nagyon meghatározott értékrendszerünk, közös értékrendszerünk. Mi olyan diákokat szeretnénk képezni, akik azon szeretnének dolgozni, hogy kevesebb szegénység legyen Magyarországon. Olyan diákokat szeretnénk képezni, akik elutasítják a rasszizmus minden formáját. Olyan diákokat szeretnénk képezni, akik elkötelezettek a társadalmi igazságosság megteremtésére való törekvés értéke mellett. Ez a 2 éves mesterszak. Ez elméleti és gyakorlati képzést is tartalmaz. A gyakorlati képzésnek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk. Ez egy szociálpolitikai projekt köré szerveződik. Erre nagyon nagy időt kapnak, heti 3 napot, 1 fél éven keresztül a diákok. És a célja az, hogy képesek legyenek egy szociálpolitikai szempontból értelmezhető problémát elemezni, és arra gyakorlati javaslatokat is kidolgozni. Aki nem szociális szakon végzett, annak 1 fél éves a tanulmányi idő beosztásához igazodó szociális munkatípusú gyakorlaton kell részt vennie. Természetesen mi nem azt gondoljuk, hogy ők szociális munkások lesznek, csak mi azt szeretnénk, hogy olyan szociálpolitikusokat képezzünk, akik nem csak egy irodából ismerik a világot, tanulni fognak foglalkoztatáspolitikai ismereteket, egészségpolitikát, nyugdíjpolitika, adópolitika, segélyezéssel kapcsolatos, szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteket. De ugyanakkor vannak olyan gyakorlatorientált tárgyak is, amelyek azt veszik figyelembe, hogy majd olyan világban élünk, ahol pályázatokkal lehet forrásokat szerezni, hogy a hallgatóink közül nagyon sokan non-profit szervezeteknél dolgoznak, vagy létrehoznak ilyeneket, tehát ahol pályázatírási, pályázatkészítési ismeretek, illetve különböző mediációs, konfliktuskezelési készségeknek a fejlesztése zajlik. A szociálpolitika szakon nem csak a szociálpolitikusok oktatnak természetesen, tehát az a tanszék, amit én vezetek, a szociális munka és szociálpolitika tanszék dolgozói, szociális munkások, akik egyben szociálpolitikusok, meg mi magunk is, és vannak külső szakemberek is, akiket bevonunk a képzésbe. Oklevele szociálpolitikus lesz a diploma. Persze azt, hogy hol tud elhelyezkedni, erre egy szociálpolitikus csak azt a választ tudja adni szakszerűen, hogy ahol a munkaerőpiacon igény mutatkozik, mert mindenki hazudik, aki azt mondja, hogy az ember ott helyezkedik el, ahol az egyetem elképzeli. Azt tudom inkább elmondani, hogy hol szoktak elhelyezkedni a diák, végzős diákjaink. Sokan dolgoznak minisztériumokban és az államigazgatás különböző intézményeiben, sokan dolgoznak pályáztató cégeknél, Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen, SZKHT-nál és a társainál, tehát a nagy állami pályáztatási rendszerben. Mi nagyon harcosak, próbálunk lenni azokban az ügyekben, társadalmi ügyekben, amiket fontosnak tartunk. Tehát az biztos, hogy mi azokkal tudunk nagyon jól együtt dolgozni,
akik fel tudnak háborodni dolgokon, akik dolgozni képesek valamilyen ügyek érdekében, akiknek fontos egyfajta mi tudat, és ez a mi tudat, ez nem elsősorban ELTE, vagy társadalomtudományi kar, vagy szociális munka és szociálpolitika tanszék mi tudat, hanem egy olyan mi tudat, ami az elesettekről, ami a hátrányos helyzetűekről szól. Szóval mi vagyunk azok, akik ezért dolgozni akarunk, dolgozni hajlandóak vagyunk, és ezért ismeretekre, készségekre akarunk szert tenni.